Mindkét fél üdvözölte, hogy már 12 éve működik a kamarák között a Plátó program. A Plátó kapcsán a vállalkozások olyan kapcsolatokat építenek, amelyek segítik őket a szakmai haladásban. Az üzleti találkozókról, látogatásokról, ismeretekkel feltöltődve térnek haza. A tízfős csoport két nagy vállalatot látogatott meg Nyíregyházán. Két nagy céget látogattunk meg, köztük a Legót és a Mislent. Ahogyan mi tudjuk, ez a térség két legnagyobb cége. Mi ilyenkor sok mindent megfigyelünk és sok mindent megtanulunk a cégek üzletfilozófiájából. Most láttuk azt, hogy milyen magas minőségű termelés folyik itt, és ezt majd összehasonlítjuk, hogyan zajlik ez Belgiumban. Az ország keleti megyéjében a legnagyobb probléma a foglalkoztatás mutatta be Szabolcszatnál Bereg megyét a kereskedelmi és iparkamara elnöke Pekó László, aki kérdésünkre elmondta, a kis és közepes vállalkozások helyzete a gazdasági környezet hatására javult az elmúlt években, de sokkal jobb pozícióba kellene kerülnie a szektornak a most következő uniós pályát ciklusban, hiszen forráshiányjal küzdenek a hazai KKV-k. Ezek a pályázatok arra lesznek, arra lesznek jó, hogy aki, akinek van jó ötlete és van jó lehetősége, azért nem mindegy, hogy kap egy 50 támogatást, és ez még hálásnak égészül azzal is, hogy ma forrás jutni sokkal olcsóbb. A kamara elnöke hozzátette a jegybanki alapkamat, és a növekedési hitelprogram nagyban hozzájárul a vállalkozások gazdasági fejlődéséhez, fejlesztéseikhez. Viszont nehéz megtalálni azt a szűk piaci rést, ahol versenyképes lehet egy vállalkozás.